A pécsi villamost fotózza ez a nő a Ferencesek utcájában, azonban erre már nem sokáig lesz lehetőség, így gondolták még november elején. Az a hír járta a városban, hogy elszállítják a Baranyai megyeszékhelyről a villamos kocsit. Pécsi térsége közlekedésért egyesület nagyon ügyesen megszerezte ezt a városnak úgymond, és kiállították itt még annó Páva Zsolt városvezetésének idejében. És hát nagyon jó lenne az, hogyha sikerülne ezt az emléket megtartani, hiszen csak most, amíg a sajtóra várakoztunk, itt önök is láthatták, hogy fiatalok, idősebbek sokasága, akik elmennek, megcsodálják. Nagyon sokszor látni, hogy turista csoportok, tényleg iskolás gyerekek itt körbeugrálják, felszállnak a villamosra. Tehát egy élményt is jelent, egy ipartörténeti élményt is a pécsieknek. A képviselő abban bízott, hogy sikerül a villamost a Baranyai megyeszékhelyen tartani. Közben kedvező fordulatot vett az ügy. A pécsi villamost üzemeltető szervezet közölte, megmenekült, azaz Pécsen maradhat az ikonikus jármű. Mint írták, a Ferencesek utcájából mindenképpen téli álomra kell menniük, de hosszú távú megoldás született. Így Pécsen marad és megújult formában várja majd a látogatókat. Az érdeklődők november 19-én és 20-án még a régi helyén láthatják. A jármű egyébként az egyesületnek köszönhetően 10 évvel ezelőtt került Pécsre. Most az önkormányzat segítségével maradhat a helyi látványosság. Várhatóan a Balokányba szállítják át.